tudom önöket tájékoztatni, hogy az ötödik sérült megérkezett Magyarországra. Épp az imént a mentőautó szállította, légi úton érkezett Ferihegyre, és onnét pedig mentőautó szállította kórházunkba. Mind a fogadáskör és mind pedig a szállítás alatt állapota stabil volt, és kommunikálni lehet vele. Jelen pillanatban a sürgősség osztályon döntenek a sorsa felől, hogy melyik osztályra fog kerülni. Ő egy 40 év körüli férfi, aki a legsúlyosabban megégett a sérültek közül. Közel 60%-os égési sérülése van. Elkezdődött kint már a műtéti sorozata, és nagy valószínűséggel ezt fogjuk folytatni itthon is. Több műtéti sorozatra biztos, hogy szükség lesz. Természetesen a megkapott dokumentumok alapján a kinti kollégákkal a folyamatos konzultáció során készültünk fel arra, hogy milyen feladatok elé állítanak bennünket, illetve a sérülés. Úgy gondolom, hogy egy ilyen súlyos égési sérülésnek nagyon hosszú, türelmes időszakra van szükség.